Sziasztok, énnek! Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. Most csupán egyetlen egy horrorfilmet hoztam el nektek, de az baromira hosszú, illetve elvileg olyan durva lesz, hogy még el sem bírjuk ezt képzelni. Szóval szerintem minimum egy lájkot megérdemelne ez erre a videóra. Szóval mindenféleképpen fejeljétek szét azt a lájkot. Egy nézőm küldte egyébként, innen is köszönöm szépen neki. Az a címe, hogy Curve, azaz ív, vagy ilyen görbület. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fog tartogatni számunkra, szóval ezt derítsük is ki, és akkor kezdjünk is bele. Természetesen amúgy este 10:30-kor nézem ezt a videót, meg kint eléggé fúj is a szél, szóval azért megvan itt nálam a hangulata, remélem, hogy nálatok is. A nézőm azt írta hozzá, hogy mindenféleképpen erős idegzetet ajánl ehhez az egészhez. Ott feküdt egy lány, és véres volt a keze, meg a cipőfűzője is, meg a cipője is. Mégis mi történhetett vele? Valaki elrabolta, és leütötte. Hol van ő? Szinte még csak most kezdődött el, de már most van egy ilyen nyomasztó és rossz hatása ennek az egésznek. Brutálisan van megcsinálva. Meg mik ezek a hirtelen váltások? Víz közelében lehet? Vagy ez a víz valamit szimbolizálhat itt jelenleg? Most azon gondolkoztam... Ne csináld! Hát hol van? Hogy a filmünk címe az ív, akár lehetne a hullám is, de nem hinném, hogy arra utal. De milyen helyen van? Nagyon durván néz ki, és gondoljatok bele, hogy random felébredtek itt. De onnan fel tud valahogy mászni. És mennyire mély lehet az? Hát egy idő után elfogy az erőd, és nem bírod tartani magadat. Nagyon, de nagyon meredek helyen van. Hogyha ott bizony te leesel, akkor neked teljesen véged. Csak nehogy valami szörny még kijöjjön onnan. És ez lehet, hogy a víz közelben van. Most közelebb jöttem a monitorhoz. Hát ha az aljára lelátunk. De hát annyira mély, hogy nem hinném. Én ehhez fogható horrorfilmet még életemben nem láttam. Brutálisan komoly. És most van itt a címünk, hogy Curve. De akkor ez? Először azt hittem, hogy csak ilyen felvezetés volt, de nem. A csajszi bizony nagyon is beesett oda. Hamarosan gondolom, hogy esteledni is fog meg minden. Azaz, szépen, óvatosan próbálj meg feljebb mászni. Én folyamatosan bizakodó vagyok, meg próbálom a dolgokat pozitívan látni, de akkor is brutálisan meredek az. Szerintem szinte képtelenség onnan magadtól feljönni. De higgyünk benne, meg tudod csinálni. Pókemberré változol, és bizony fel fogsz mászni. De egy rossz mozdulat, és bizony, lejjebb csúszol, de minthogyha... Ne csináld! A lábával is lenne valami. Nem nagyon tudta mozgatni. Lehet, hogy az elrablói még mielőtt ide ledobták, eltörték a lábát. De ha nem lenne eltörve a lábad, akkor sem nagyon tudnál innen kimászni. Próbál lenyugodni, de valljuk be, egy ilyen helyzetben szinte képtelenség. Az ott a betonon az ő vére, ugye? Aha. De milyen vérzik amúgy? Mert az tuti, de undorító! Az tuti, hogy nem csak most sebesítette meg magát, ugyanis, mert a legelején a cipője véres volt, meg a ruhája.
Először amúgy azt hittem, hogy megfogja és így lenyalja telibe a vérét. Úgy nézte. Mégis mire készül? Beletörli a ruhájába? Valami terve? Csak van. De hát ilyen helyzetben brutál nehéz lett gondolkodni, és az a probléma, hogy minél lejjebb csúszol, annál nehezebb dolgod van, meg annál jobban már megsebesíted saját magadat. És annál nagyobb sérüléseid lesznek. Nagyon felkavaró ezt nézni, hogy komolyan egy nőnek a kín szenvedéseit látjuk. Ez nem az a jaj, de megijesztő le horror, hanem a nyomasztó horror. Ilyeneket nem nagyon szoktunk nézni a csatornán. És ez most engem extra durván érint. Mennyire fájhat a tenyere? Hát széthorzsolta már. De minden erejével azon van, hogy túlélje ezt. Azaz menni fog, menjünk szépen feljebb. Erről van szó. Jó lesz az, hiszek benned, Csajci! Kapaszkodj! Feljebb jöttünk. Igaz, hogy nem túl sokkal, de sok kicsi sokra megy. És tudjátok, mindjárt jön a kameraszög, és így nézünk felfelé, hogy már, hogyha ez kivitelezhető lenne, hogy ilyen meredeken felkusszon így, már csak 150-szer ennyi van hátra. Azaz, jó lesz az, mi hiszünk benned, és szurkolunk neked, minél feljebb megy, egyre véresebbek a kezei. Most amúgy azon gondolkozok, hogy vajon miközben így mászik fel, a hátát is brutálisan súrolja és sérti fel folyamatosan, nem? Most ez brutálisan lesokkolt itt engem. Az nem az ő vérének a nyoma, és nem esett még le, ugye? Hanem megnézte a szembefalat, hogy bizony haltak már meg itt emberek, és annál feljebb nem jutottak. Hát lehetséges, hogy ők nem jutottak feljebb. Na de majd te! Rajtad van a világ szeme. Menni fog az. De ahogy láthattuk óvatosan a vérnyomokból a többiek feljebb jutottak, mint ahol most a Csajci tart. Ugyanis legalább egy ekkora terület véres volt ott. Én most ezt nem értem. Az a vér ott friss? Miért kezdett el folyni? Lehet, hogy pár perccel ezelőtt hallhattak meg azok a személyek, ameddig a csaj még nem volt magánál. De ő nem adja fel, és minden erejével próbálkozik mit? Látsz ott. De új vérnyomok jelentek ott meg. Kezdek elveszni, de próbálom megérteni, hogy mégis mit láthatunk. Vagy várjatok? Ez a hely valami mágikus hely kb. És a szembe falon ugyanaz a vérnyom van, amelyet a csaj csinál. És azt mutatja neki. Mert minthogyha telibe úgy lenne. Mi ez a hang? Minthogyha kirajzolódott volna, itt rendes egy arc, nézzétek már meg, hogy mennyire para. Közben csak random vettem észre. És egyáltalán nem hinném, hogy ez direkt van. Elkezd esni az eső. Na az mondjuk probléma,
Ugyanis akkor... Nagyon, de nagyon csúszós lesz az a betonfal. Az nagyon is az eső, hát persze, hogy az eső. Amikor azt hinnéd, hogy ennél nem lehet rosszabb. De mindig lehet rosszabb. Most akkor neki már végleg befellegzett. Pedig ahhoz képest, oké, hogy brutálisan meredek, de csak idáig kellett volna felmásznia? Hát ha teljesen megfordulna, és valahogy felbírna állni, illetve megbírna maradni ott, felugorva talán akkor érni el ennek a tetejét. De minthogyha lett volna ez még feljebb is, de nézzétek meg amúgy, hogy mennyire lent volt már. Hát itt is van a vére. Bár az oké, hogy folyamatosan folyik lefele, de azért már szerintem feljebb jutott, mint ahonnan indult. De mi van akkor, hogyha az eső valahogy veled lesz, és kitalálsz egy hatalmas nagy taktikát? Ott van a nyakláncod, vagy mi az? Csak nehogy az legyen, hogy megfojtja magát vele. Mi történik? Oké, leszakította. Ja! És a kezére csavarta, hogy jobban megbírjon a tapadni. Mi durván van megcsinálva ez az egész? Meg folyamatosan ezek a hirtelen fekete bevillanások. És ennyi? Véget ért? Ne csináljátok már velem. Oké, meg már az elején vágtam, hogy ez lesz a vége, hogy leesik, de akkor is annyira szomorú ez. Meg annyira nyomasztó. Meg mi van akkor, hogyha ez hamarabb jut eszébe, amikor még nem kezdett el esni az eső? Lehetséges, hogy akkor túlélte volna valahogy ezt az egészet. Pedig már a körmével, meg a lánccal is próbál kapaszkodni, de hát az eső miatt nagyon, de nagyon csúszós lett. És már konkrétan egyik oldalon sem látom a vérét, szóval már bizony az eső lemosta. Jöhet is a következő áldozat. Brutális horror volt ez, és olyan dolgokat váltott ki belőlem, miközben néztem, hogy nem gondoltam volna arra, hogy egy rövid horror képes erre. Nagyon fura volt számomra ez, de egy összességében tetszett annak ellenére, hogy ennyire felkavaró volt. Mindenféleképpen a komment szekcióba írjátok le ti is a véleményeteket róla, hogyha pedig bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot rá. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, mindenféleképpen iratkozzatok fel oda is. Hogyha pedig esetleg nem tettétek volna, még kérlek nyomjátok be a csengőt. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban. Addig is, szevasztok!